Az Izsáki út felújításáról is beszélt Szemereiné Pataki Klaudia tegnap a Rádió 1 Gongban. A polgármester elmondta, hogy szinte már teljes egészében járható a négysávos útszakasz. A város vezetője hangsúlyozta, hogy többen is kérdezték az elmúlt időszakban, hogy mi történik a Katona gimnáziumnál lévő csomópontnál. Ugyanis látható, hogy nem nagyon halad a munka. Egy olyan hatalmas nagy közmű villamos kábelt ástak ki a földből a szakemberek, ami nem szerepelt a közmű térképen, emelte ki Szemereiné Pataki Klaudia. Majd részletezte, hogy emiatt a közmű kiváltást és az engedélyeket újra meg kell kérni, valamint ismét közbeszereztetni kell. A városvezető szerint minimális késéssel, de nagyjából a nagy határidők tarthatóak lesznek. Tavasz folyamán befejeződhet az Izsáki út csomópontjainak, és így a teljes négysávos út burkolat felújítása.